Sziasztok! Ma folytatom a Total War Room a 2 kihívásos végigjátszásomat Nabataj népével, és itt maradt abba, hogy ugyebár megtámadtak a kártágóiak, legyőztük őket, én megtámadtam a hadvezért, így a városi őrség is kitámad, lezúzzuk őket és enyém kártágó. Na jó, lássuk a macit. Pikes. Na ez most mi? Most miért? Mindegy. Enemy reinforcements approaching. Ott jön az erősítés, oké. Kár, hogy nincs ilyen pasfal képességük a fejszéseknek. Jó, mert valójában a városi őrség inkább hoplitákból áll, ami ugyebár a pikások ellen nem ér semmit. Az ijászaink pedig rohadtul gyorsan le is lövik őket. Oké, az furcsa volt. Tényleg ez kicsit nagyon furcsa volt, hogy csak úgy rám küldte az egyik lovas egységet. Az előcsatározók ugyebár okoznak némi veszteséget, de nem olyan nagyot. Ugye az egész a líbiai peltozták, azok valójában jól bírják a lövéseket, mert van pajzsuk. Plusz viszonylag jó testpáncéljuk is. My lord,
Double time! Awaiting orders! We are at your command! Fight, men! We await your orders! Melee cavalry at your command! Infantry! Judas! Orders! Fire on the enemy! Our orders! Fire on the enemy! Orders! Nagyjából ennyi! Megtört a sereg. One of our units has used all its ammunition. Hú, ha minden igaz, akkor Kartágó a miénk. Valami 100 emberük élte túl, az meg nem sok. Annyi az egész, hogy van valami flottája is Kartágónak, de az már lényegtelen. Egy csapat mob maradt, meg négy flotta. Ezt muszáj volt. Ezt muszáj volt. Várjunk, Kartágónak nincs több területe? Nincs. Lol. És azon gondolkodom, hogy csak legyen az, hogy Afrikából is képezzünk csapatokat? Valójában jó lenne. Ez ide már nem kell. Ezt meg megépítjük Tapsusba. Ezt pedig átépítjük. Lehet felvesznek némi zsoldost, ám bár nem tudnak felvenni csak két numidiai javelint, numidiai kavarnit és kb. Ennyi. Vagyis nem, mert lehet, hogy tudnak saját zsoldosokat felvenni ők is, de nem biztos. Mondjuk még itt is van egy csapat. Mercenary Noble Fighters. Wow. Azok jók. Azok nagyon jók, azok az egységek. The Noble Fighters. Na jó, legyen egy körváltás. Á, már jönnek a rómaiak, és nem vettek fel zsoldost. Oké, ez valójában jó. Mindössze két egység volt. Kűha! Az armerusoknak azért itt két seregük van, és szerintem még több tart erre. Remélem a hosszú íjászaim, vagyis nem hosszú íjász, nehéz íjászaimnak. Van egy csomó lőszerem, mert szükség lesz rá. Ajjajjaj.
Doctor, we need to move. Oh, hello. I shall give them. I have seen it done. Egy másik sereg. Bár annyira nem erős. Csak gyengébb izék. Innen még hiányzik egy csapat pikás. Vagyis nem hiányzik, hanem lovasságot kell képezni a következő körben. Ide pedig... templomot. We fight for you, my lord. My lord. Do your duties, man. Egész jó kis sereg. Némi noble swordsman, pikás, nagyon jó íjászok, viszonylag jó lovasság. Ám bár négy körést tudok képezni Nabataean noble cavalry-t. Ami szintén jó lesz. Kelt a harcos, mi? Ugyan már. Várjunk, Kartágó kivel áll habban? Rómával és Arvernusok, Lusitania, Gaetuli, Syracusa és velem. Oké. Okay. Ja igen. Építsük Tapsusba a hadi kikötőt? Építsük. Kell a... Most tényleg azon vagyok, hogy kell flottát is képezzek, szóval... Ja. Kell a flotta. Ready for battle. Battle. Nem automatikázok, lejátszuk, mert barbárok ellen nem jó automatikázni, csak akkor, hogyha nagyon kevesen vannak ti meg sokan, mert a barbár egységek nagyon jók automatikázáson. Jók, ha lejátszod a csatát is, de legjobbak automatikázáson. Mert nagyon nagy támadóerővel rendelkeznek az egységeik. Ezért automatikázásra tökéletesek. Ti pedig ide. Oh, come on! Wow! Wow! Nyambat, Nobors! Azt hiszem lecserélem a hadvezéreket ezek után gyalogságra. Lovasságnál túl gyorsan meghalnak. Egyszerűen a játékban a hadvezéreknek nincs életre, egyszerűen bénák.
Ja, persze, és azt akarod mondani, az ellenséges hadvezér ezt az egészet meg túlélte itt, ugye? Itt még nem halt meg. Aha, jó, oké, köszönöm szépen. Higgyem is el, hogy ő csak úgy elmenekül. Az enyém meghal, miközben van ott vagy 80 lovas még. Az ővé túlélni, miközben 5-en vannak csak. Aha, oké. Most el kellene higgyem, ugye? Ez a játék. Ez a legrosszabb a játékban, hogy nem tudod nyomon követni a hadvezéredet, hogy hol van, és megnézni azt, hogy bajban van, ugyebár mint a régebbi totálborokban, ilyesmit nem lehet, hanem egyszerűen csak látod azt, hogy tábornokod meghalt, ennyi. És nincs mit tegyél ellene, mert nem tudod nyomon követni, hogy milyen helyzet vele. És ez nagyon rossz. Oké, nyertünk. Ja, ez így gáz. Na már lehet, hogy meghalt a hadvezére, csak a játék nem mondta be. Vagy meghalt, mivel nyertünk, és kevés katonája maradt. De szerintem meghalt a hadvezére. Make haste, men. Ja, legyen izé. Gyalogos. Ready for battle. Nem halt meg. Ha! Aha, oké, okay, köszönöm szépen. Nekem ott volt vagy 80 lovasom, az enyém meghal, neki maradt vagy 6 testőre, és ő túléli. Ha! Kurva jó. Komolyan. Ezt a baromságot komolyan mondom sokszor, hogy egyszerűen ennyire... Wow. Épp ennyire. Éppen ennyire szopasson a játék. Azért az se semmi. Nem lehet olyat, mint a régebbi Total War-ban. Ugye már amikor a régebbi Total War-ban kétszer ráklikkelsz a hadvezéredre, akkor a kamera oda megy, ahol a hadvezéred van. Hogy látod azt, hogy bajban van, bekerítették, támadják sokan vagy nem. Az újabb tutáborokban csak hadvezéred meghalt. Nem számít, hogy 80 lovas katona van még mellette, de ő meghalt. Mert hát... nem tudom miért. Jó, persze megtörténhet ez a régebbi tutáborokban is, hogy meghal a hadvezér, miközben van még néhány... Vagy van egy csomó testőre, de meg tudom számolni az egyik kezemen hányszor történt az meg. Mert legtöbbször a hadvezér olyankor hal meg, mikor már kevesebb testőr van. Na de, ez van. Amen has many things. I revel in. I have succeeded. Nincs mit csinálni. We take this settlement for you, my lord. Ready for orders. Jó, és akkor ezzel meglett a terület. Ezek itt tudja megtámadnak, de nekik végük. Fedeztük a Gaetulikat.
Hát, hogy őszinte legyek, most azon gondolkodom, hogy Lancer vagy Nabataien Nowoke. Nehéz eldönteni. Ready for greatness. At your command. Legyen Nabataien Nowoke. Na jó, azt hiszem körváltás akkor. Tapsusnál, ha megtámadnak, simán győzünk. Szép! Róma elverte Kártágó két hajóját. Jó, nektek annyi. És Kártágónak vége. Erről ennyit. Oh. Oké. Okay. Talán még jó, hogy megtámadott, mert így legalább elintézzük őket és kész. Végük. Honnan jönnek? Több irányból? Aha. Fele-fele. Ott is. Meg ott is. Oké. Okay, mindegy, mert a pikásaink intézik őket. Nem is tudtam amúgy, hogy tudok pikásokat képezni majd. As you say, orders. Orders? What are your orders? Orders! Lightman! We have let them come to us. We have let noble swords. But does that mean we're cowards or that we are weak? No! We let them come. Let them overreach themselves. Today we shall break them. Várjunk, van egy ballista, ami pont hogy ott van. Oké. Okay. Azt majd elintézzük. Lovasság a falang ellen, mi? Jó vicc. Az egy jó vicc.
nem tudnak rájuk lőni. Vagyis de. Vagy. Ah, oké. Okay. Nekem valójában csak az előcsatározókat kellene elintézni, hogy ne tudjanak szétlőni, az kész. A többit elintézik a pikások. Éppen, hogy csak néhány íjász tud lőni a parítjásokra, de mondjuk az is jó, mert lassan lelőik őket. Nem biztos, hogy rájuk tudunk lőni. Mondjuk a ballista is ránk. Habár nem gond, mert elintézzük a paritjást, az kész. Ott egy kicsit áttörtek. A Chosen Swordsman az azért egy kicsit veszélyes. Ám bár nagyjából az ellenségnek már vége. Ezt a két egységet hívjuk vissza akkor. Our men flee the field of battle. Ó, ti kutyák! Úgy fussatok bele az ellenségbe, azt halljatok meg. Ó. Idióták. Azaz. Remek. Hiszen be kellene keríteni őket. Annyi az egész, a barbár egységek azok. Nagyon erősek közel harcban. Sokkal jobbak, mint az én egységeim.
Hadvezérét kéne bekeríteni és megölni az Oldsworn-okat, meg a hadvezérét. Is turning in our favor. Archers! Fire! Our order! Orders, my lord! Ah, egy csapat. Levi Freeman. Wow, ezeket feladják. Na ja, az Oldsworn-ok ugyebár közelharcban brutálisak. We are at your command. Our general is under attack. One of our units has used all its ammunition. Vagy nem? Ja nem, mert még a ballisztások. The enemy general is dead. Már a hadvezére meghalt. Az a baj, veszítettem egy teljes csapat pikást fenébe. Na végre. Oké. Okay. Ja, egy pikás egységnek teljesen annyi lett. Hát igen, a Chosen Swordsman, az Oathsworn, azok rohadtul jók voltak. Ahhoz képest, hogy pikások ellen harcoltak, rengeteg katonánkat megölték. Ah, 15% tariff income from trade. Jó, mert az nekünk nincs. Á, fenébe. To victory! To victory! Most hiányzik ebből a csapatból egy sereg. És ebből a seregből egy csapat. Inkább. Ebből a csapatból egy sereg. Az kemény. My lord. You march. Your feet bleed. As you come. You march again. Jó. Fú, itt egy kicsit rossz a közrend. Minusz 5 pont. My lord. Na most akkor Róma. Transport, transport, kisebb flotta, transport, van 3 transport egység. Hát igen. Á, tudunk lovakat fejleszteni. Na, az jó. Még jobb lovaink vannak akkor. Következő körben át tudnám foglalni Dimidit. Most csak azzal van a baj, hogy egy sereg kéne védje Dimidit, kéne még egy sereg, hogy támadjam Tingiszt,
de előbb Migdolt kéne elfoglalni, és utána Tingiszt, és akkor betörni Ibériába. Ami szintén az Arvernusoké, ahogy látom. Hű. Azt hiszem, az Arvernusok ellen akkor lesz egy csomó harc. Normál adón vagyok. És így is a közrendem egy kicsit, hát... szar. Ó, itt nem hiányzik egy technológia. Ha. Durva. Na mindegy. Na jó, körváltás. Hú, kéne egy flottát építeni. Tapsusban kell majd egy flottát építsek. Jó kemény ballisztás hajókból. I will speak the heart. I hope. Irány, foglaljuk el Jolt. Not possible, my lord. There is honor in service. At your command. Jól foglaljuk el Jolt. We take this settlement for you, my lord. És imperium lépés, király. Na, ez jól jött. Na, lássuk akkor, melyik a... a Etiópia, utána Egyiptom. Plusz adót vetünk ki akkor. Plusz mivel itt Líbiában jó a közrend, ezért jössz ide Pazániában. Bár itt is kezd jó lenni a közrend, szóval mindegy. Na, egy gyengébb flotta. Jólba fogok építeni egy kikötőt, vagyis nem, nem kikötőt, azt hiszem egy barakkot. Ja, oda kell egy barak. Plusz kéne még egy sereget képezni akkor itt Afrikában. We fight for you, my lord. Ah, felfedeztük Lusotániát. Hű, mennyi nép, te jó ég. Wow. Na jó. Akkor legyen az, hogy hány kör? Még két kör, és akkor meg tudom, és el tudom kezdeni építeni a ballisztás flottámat. Az jó lesz. 7 barbarians. Mindegy, mert semmilyen kapcsolatom nincs barbárokkal. Hadüzeneten kívül persze. Annyi az egész, hogy most még képezzek le egy flottát és egy sereget, az kicsit nehéz lenne, mert hát valljuk, egy gazdaságom rá nincsen. Ó, bakker. Oké. Mi ez?
Nem, nem kell. Valami zsoldos csávó, nem érdekel. I shall rest a while. How can I serve? I never sleep. Never. At your command. Várjunk, ha ez itt megépül, akkor lehet helyre is áll a közrend. Az igen? Az komoly sereg. Csomó numidiai Spearman. Wow. Az szép. Nem igazán van mit csinálni, csak várni azt, hogy felépítsek egy kicsit jobb gazdaságot, némi egységet képezzek, és kivédeni a támadásokat, mire ez meg lesz. Némi gravitaszt veszítünk, plusz egy új karakter, az pont jól jön, mert admirális lesz belőle. Csak ne szúrd el, jó? Te köcsög! Pont mikor kéne, nagyon kéne. Hát még szép, hogy elszúrja, érted? Még szép, hogy. Oké. Milyen hajóink vannak? Nabataean Heavy Archers, Noble Swords és Levy Skirmishers. Legyen ez. Fleet ready. Back the fleet. We're going to need more ships. 122 dénár fenntartás. Ajjajjaj. Az sok. Ó, meghalt az ügynök. Lol. A Szelaukidák mennyire erősek? Van néhány ellenfelük, azért jó pár ellenfelük van. Van egy csomó élelmem, ki kéne fejlesztem a hármas szintű főépület technológiát, hogy azokat fejlesztem. Elég jó bevételeket biztosítanának. Plusz ez adna nekem Caravan Guard. Az is mondjuk egy ilyen lándzsás egység csak. Semmi komoly.
Most kíváncsi vagyok, megtámadják Yolt, vagy nem támadják meg Yolt. Hát jó lenne, ha nem támadnák meg Yolt. Építek egy flottát, azzal pedig, hát hogy úgy mondjam, ütök mindent, amit rám tudnak küldeni a tengeren. Egy ilyen fullos ballisztás csapattal, easy. Ha őszinte legyek, esélyük sem lesz. Szinte gondoltam, hogy elkezd fosztogatni a köcsög hajóival, vagyis azzal az egy gyenge admirálissal. Bár valójában most, hogyha Tapsusban lesz egy flottám, és nagyjából elkészül, akkor a Tapsusban lévő sereggel támadhatnám izét valójában. Támadhatnám Gaetulikat. Te egy idióta vagy. Mi a? Ja, az valahogy úgy lesz. I am a reaper of soul battle. Ez Alexandriában nem kell. Építünk valamit, ami izét ad. Bevételt. Szerintem már egy olyan 9 ilyen ballisztás hajóval el tudnám süllyeszteni ezt a 20 transportot. Utána pedig Tapsusból megindulunk végig itt a sivatagon, ugyebár katonákat nem veszítünk, elfoglaljuk Migdolt, Migdolból Tingiszt, Tingiszből pedig osztogathatjuk, vagyis támadhatjuk a lüzotánokat, meg visszatartanánk őket, ugyanúgy izét is. Ugyanúgy az arvernusokat is. Kár, hogy elszórta a csávó a szabotálást. It's a time when warrior. Az a legrosszabb, hogy a Nabatea népével ugyebár nem lehet fosztogatni. Sajnos. Household expand. Oké. Mindegy. Na jó, tudod mit, te gyökér, inkább halnál meg. Hát ez hihetetlen komolyan. Hogy ez az ügynök mekkora béna. Ez már röhelyes, komolyan mondom. It's an honor to serve.
strong crew. Ready for battle. Left behind. Itt a közben valahogy, hát nem olyan jó. Ja igen, az instabilitás miatt, mínusz 15 közrend, wow, kultúra különbség miatt is, ám bár az lassan lemegy. Meg ugyanúgy az instabilitás is. Várjunk, a IAS hajókat nem tudunk képezni? De, Tower Panthers, Nabataean Heavy Archers. Szép. Lehet, hogy fogok ilyen flottákat építeni, ami lesz némi kartforgató, IAS és ballista. Ballistás hajó. Rómaiak is elkezdtek fosztogatni. Hát igen, az most hazavágja a közrendet a területen. Your people are wounded by this war. Wow! Now is the chance to end the struggle. Syracuse or suffer more. Syracuse és Róma. Lol. Syracuse foglalta el Rómát. I will speak the... Az kemény. Fosztogatás miatt veszítünk 20 közrendet, az igen. Na, megtört a jég. Wow. Sikerült. Sikerült megtörni a jeget. Tyűha. Az ott rengeteg transport, de tudom azt, hogy a ballisztás hajók azok jók. We see little problem. Oh, really? Okay. Aránylag nem ad jó arányt, mert nekik sokkal több emberük van, mint nekem, de... Mi messzébb lövünk, és ugyanúgy fel tudjuk öklelni őket. Artillery ships reporting! Your orders, my lord! Artillery ships reporting! All your orders! Artillery ships ready! Firepower ready! Awaiting orders! Firepower ready! Take heart, for we stand ready to meet our foe! This rabbit! These dogs may bark and cry out, but we are above such petty insults! Words shall not rob us of our courage or our... Legalább egy két hajót kéne elsüllyeszteni. On your orders! Mire ide érnek. Transports!
Jó, mindegy. Nagyjából már közel vannak. Our ships is being boarded. Artillery at your command. Awaiting orders. Artillery ships. Our general is under attack. Get moving. Artillery ships reporting. Our orders are set. Fire on them. Artillery awaiting orders. Order. Ready. Artillery. One of our ships is being boarded. Na, de ráfordulnánk, hogy mi lesz? Oké, jó volt. Jónak jó volt. Az volt a legjobb, hogy az admirálist gyorsan el lehetett süllyeszteni. Kapott jó pár lövést a hajó, és akkor az én admirálisi hajóm nekiment, és elsüllyedt. For now. Hűha, kissé leesett a bevétel. Azt hiszi a köcsök, hogy blokkolt engem. Hát rosszul hiszi. Várjunk, azt hiszem, hogy te itt csapdába estél, haver. Lol. Ja, ő itt csapdába esett. Király. Na most feltődik a kérdés, támadja meg a transportokat, vagy ne? Hű. Oké, ez mondjuk már a következő részben lesz, de szerintem győzünk. Ja. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!